Spányi Antal meghívására a székesfehérvári egyházmegye szervezésében imádságos megemlékezést rendeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt tisztelegve a székes egyház oldalán található emléktáblánál, az 56-os emlékkereszt alatt. A történelmi egyházak, valamint a város vezetésének képviselői előbb közösen énekelték el a himnuszt, majd Ruf Réka szavalta el Jókai Anna Ima Magyarországért című versét, ezt követően Török Szabolcs, a székesfehérvári tankerületi központ igazgatója mondott beszédet. Forradalom és szabadságharc. E nap a terror az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. Ezt a küzdelmet idézi fel Albert Camus híres mondása. A leigázott, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép e világon az elmúlt 20 esztendőben. Török Szabolcs hozzátette, hogy gyermekeink már a szabadságba születtek, ugyanakkor a jelenkor világának történései, háborúi megmutatják, hogy milyen törékeny is ez a szabadság. Az ünnepi beszédet követően a történelmi egyházak képviselőinek imádsága következett, Spányi Antal megyés püspök, Léder Tamás református ifjúsági lelkész, Bence András evangélikus lelkész és Kovács Dániel baptista lelkipásztor mondott imát az 1956-os áldozatokra emlékezve. Az imádságos megemlékezés után Székesfehérvár és Fejérvár megyek közéleti vezetői, valamint a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek képviselői közös koszorút helyeztek el az áldozatok emlékére.